Sziasztok, Johnny vagyok, üdvözöllek a csatornámon is. Tudom, hogy régen volt videó, az előző videómban, ami a másik csatornámon lesz. És hogyha kíváncsiak vagytok, akkor kattintsatok mondjuk az i betűre valamelyik oldalon. Melyik oldalon van az i? Nem is jó. De béna vagyok. Várjatok, mert hát nem látjátok, amit én látok. Most engem nem láttok, de régen volt videó. Na még egyszer. Sziasztok, Johnny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Tudom, hogy régen volt videó ezen a csatornán. A másik csatornámra vettem fel egy videót is, abban részletezem, hogy mi a helyzet, miért nem volt mostanság videó. Röviden, tömören nem volt rá időm munkám miatt, és most van egy gyakornokom, aki segít annyit, hogy jutott időm felvenni videót. Reméljük, hogy marad sokáig a gyakornokom, nem biztos. Na, szóval, tudom én, hogy voltak új Sims game packek, amikről lemaradtam, illetve volt kit is, azt most itt nem látom a kitet. Volt pár kit. Megnézzük a kiteket, és akkor eldöntöm, hogy az kell-e vagy nem. Érdekes, hogy azokra nem csinálnak ide videót. Lehet, hogy valami máshol van róla a videó? Nem tudom. Minden esetre az előző videómban elmondtam is, hogyha szeretnétek, akkor be tudtok most már követni TikTokon is, de van a Johnny Gaming-es TikTokom is, onnan lehet, hogy majd gaming témájú videókat fogok kitenni, de van egy másik is, aminek az a neve, hogy Johnny and the Goldens, és oda rólam, illetve a kutyákról fogok videókat kitenni, úgyhogy amelyik szimpi, azt bekövethetitek. Illetve írhattok most itt a videó alá kommenteket, hogy mit szeretnétek TikTokon látni tőlem, illetve hogyha tudtok jó challenge-eket, amiket csináljak meg, akár régi, akár új, stb., akkor ezt nyugodtan írjátok meg, mert én mindig keresem ezeket a kihívásokat, nagyon tetszenek ezek a TikTok kihívások, de egyszerűen sosem tudom eldönteni, hogy melyiket lenne érdemes nekem megcsinálni, úgyhogy írjátok meg nyugodtan, akár ez is lehet, hogy Sims-ben összevágok valamit, és akkor olyan lesz, mint egy TikTok kihívás, vagy ha kíváncsiak vagytok az ilyenekre, akkor nyugodtan írjátok meg, illetve lájkoljatok. Na de! Kettő van, amit még nem néztünk meg közösen. Nyilván ti már megnéztétek valahol máshol, megismeritek is, az esküvős és a vérfarkasos, úgyhogy nagyon nem fogom húzni itt az időt, csak megnézem őket, és az egyiket kiválasztom, és lehet, hogy akkor meg is veszem. És lehet, hogy a következő videóban majd azt nézzük meg. Indítom az esküvőset először, lássuk.
Okay. Lehet, hogy már ezen el lesz találtam, mint amit most hallottok, mert nekem nagyon gyanús, hogy ezt nem fogom tudni rajta hagyni. De meglátjuk. Igen. Szóval lehet, hogy másik zenét rakok alá, mint ami most van, mert nem biztos, hogy ezt fogja engedni a YouTube. A sztori az érdekes volt. Nem tudom, én annyira nem vagyok elájulva a kiegészítőtől. Vannak benne egész jó hajak, ahogy elnéztem, meg vannak benne ruhák. De az a helyzet, hogy nekem nagyon sok ilyen esküvői ruha van letöltve costume contentbe, és sokkal-sokkal jobbak, mint ezek. Úgyhogy mindenképp meg fogom venni, csak nem ebben a hónapban, nem valószínűleg majd a következőben, és akkor most inkább a farkasosat fogjuk lehet. Nem tudom, mert annak még nem láttam az előzetesét sem, mert annyira szerettem volna már nektek videót felvenni, hogy meg se néztem, pedig nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az milyen, úgyhogy nézzük meg most azt. Na, lássuk. Annyira hangos, hogy... Na mindegy, jó. Hú, de jó hajak van nekem ebben amúgy. Jó, hogy ez tegnap jelent meg? Ah, oké. Okay. Nekem tegnap, nem tudom, hogy mikor fog kikerülni ez a videó. Wow. Oké. Okay. Nagyon sok gondolat. Nagyon sok gondolat. Azt tudom, amelyik elkezdjen velünk. Itt van egy új városunk. Az nagyon klasszul néz ki. Nagyon tetszik ez a barlangos megoldás. De nagyon sok kérdés is felmerül bennem, úgyhogy nem is tudom, hogy feltegyem a kérdéseket, vagy inkább töltsem le a játékot, és nézem meg. Lehet, hogy inkább azt kéne. Nagyon-nagyon tetszenek a hajak ebben a játékban. Kifejezetten tetszik, hogy a férfiaknak van hosszú haj. Én mindig hiányolom, hogy a fiúk is kapjanak hosszú hajat. Szerintem nagyon jól tud kinézni. A vérfarkas. Hát, nem tudom. Érdekes elképzelés. Nem tudom, hogy honnan vették közül ezt az ötletet, hogy így nézzen ki a vérfarkas. Én örültem volna egy így ciri-picirit félelmetesebbnek, de megértem, hogy mivel fiatalnak szól a játék, valószínűleg nem akartak annyira félelmeteseket csinálni, de én mindenképpen azt fogom először megnézni, hogy hogy néz ki egy nagyon félelmetes vérfarkas, hogy milyen félelmetesre lehet őket megcsinálni, illetve nagyon kíváncsi lennék a vérfarkas és a vámpír közötti viszonyra, mert azt nem láttuk itt az előzetesben.
Biztos sok minden még elkerült a figyelmet, úgyhogy valószínűleg meg fogom venni ezt most, ezt a vérfarkasos kiegészítőt, és a következő videóban megnézem, hogy mik vannak ebben a kiegészítőben. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban, és remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!